A Kempó egyik fellegvárának számító Románia fővárosa adott otthont a sportág 13. világbajnokságának. A 31 versenyző számláló magyar válogatottban négyen képviselték az újfehértói Kempó harcművészeti esélyt. A magyarok a 16 év alatti kategóriában megnyerték a csapatversenyt, a felnőtteknél pedig a második helyen végeztek. Az újfehértói kempúsok mindegyikének nyakába került egy aranyérem. Négyen mentek ki, mind a négy nyert egy aranyérmet, azon kívül négy arany, hiszem három ezüst, három bronzérmet nyertünk a újférdiak, és Lovas László Pásztor Ádám a felnőttek között önvédelemben világbajnok lett. A két fiatal, a Szabó Tibor Benedek meg a Kis Krisztián, ők Kis Krisztián submissionbe, az egy birkózószám, abban lett aranyérmes, a Szabó Tibor Benedek pedig a Semi Kempo, az egy ilyen boxkágy hasonló, ahhoz abban lett világbajnok. Az edzőként is tevékenykedő Pásztor Ádám az arany mellett két bronzérmet is szerzett Bukarestben, így érthetően elégedett a szereplésével. Minden világbajnokságra ugyanúgy gőzerővel készülünk. Én úgy érzem, hogy mindent beleadtam én is, és a csapatom többi tagja is, és szerintem jól sikerült egy aranyéremmel, két bronzéremmel. Szerintem mindent, amit tudtam, beleadtam. Szabó Tibor Benedek három számban is tatamira lépett Bukarestben, ahonnan két éremmel tért haza. Indultam submissionben, full campóban és semi campóban, de semi campóban lett aranyérem, submissionben meg harmadik hely bronzérem. Az újfehértói Kempó harcművészeti ese az elmúlt hétvégén 8 versenyzővel vett részt az első alkalommal megrendezett budapesti Grand Prix pénzdíjas tornán. A megszerzett 7 arany, 6 ezüst és 3 bronzérem a csapatverseny második helyét jelentette az újfehértóiak számára.